Jelentősen nőttek a helyi adóbevételek, több jut útfelújításra és hitelt is visszafizetnek. Csapatzászlót kapott a vásárhelyi gyalogdandár. A lobogó megerősíti a katonai egység önállóságát. Világbajnoki arany, 2 ezüst és 1 bronzérem a vásárhelyieknek. 33 ország közül az 5. helyen zártak a magyarok a kettlebell VB-n. Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, a híradót látják, Borbás Ildikó vagyok. A vásárhelyi cégek május végéig leadott bevallásaiból kiderült, a tervezetnél lényegesen több adóbevételre számíthat az önkormányzat. Az államtól járó, a minimálbér emelésével összefüggő 300 milliós bérkompenzációval együtt jelentős mértékben nőttek a bevételek. Ennek megfelelően a mai közgyűlésen módosították a város költségvetését, ismét visszafizetnek egy jelentős hitelt, és komoly összeget különítenek el útfelújításra is. Nagyjából 750 millió forinttal több iparűzési adóbevételre számít az önkormányzat, mint azt előzetesen terveztük. A tavalyi gazdasági növekedés és az infláció együttesen emelte meg a vásárhelyi cégek árbevételét, elsősorban a feldolgozóiparban, építőiparban és a kereskedelemben. Ennek köszönhetően nőttek a város iparűzési adóbevételei is, amit egy kisebb részben hiteltörlesztésre fordítanak. Összességben az önkormányzatnak és cégeinek nagyjából egy 4 milliárd forint összegű hiteltartozása van. Ugye az önkormányzatnak van egy 2,3 milliárd forint, amit a zsigmondi kötvényekhez kapcsolódik, illetve van még egy jelenleg 86 millió forintos hiteltartozásunk, ezt a Kovácskúri felújítására vettük fel, ez egy megtérülő hitel. Ez a nagymértékű adóbevétel lehetőséget jelenti, hogy az adósságállományt csökkentjük, és a 86 millió forintot most a közgyűlés döntése értelmében június végéig visszautaljuk a banknak, ezáltal kevesebb lesz az önkormányzat kamatterhe. Fontos városi célok is zöld utat kaphatnak a többletbevételnek köszönhetően. 425 millió forintot csoportosítottunk át útfelújításra. A város úthálózatát felmérték, rövidesen fontossági sorrendet állítanak fel, és a források függvényében indulhat el több felújítás is. A hiteltörlesztés és az útfelújítási alap mellett 500 millió forintos tartalékot is képeztek a módosított költségvetésben. Szeretnénk egy megfelelő biztonsági hálót hagyni magunk mögött. Nyilván jöhetnek olyan váratlan költségek, ami miatt szükség lehet rá, és hát nyilván a tartalék oldal az, ami lehetőséget ad, ha esetleg évközben bármi olyan dolog történik, vagy bármilyen fejlesztést szeretnénk, akkor ezt bárhova tudjuk csoportosítani. A költségvetés fő összege 19,5 milliárd forintra emelkedett. A megnövekedett bevételekkel, az abból finanszírozott kiadásokkal módosított büdzsét 9 igennel fogadta el a közgyűlés. A Fidesz nemmel szavazott. Van új főigazgatója a Tornyai János Múzeum, Könyvtár és Művelődési Központnak. Erről zárt ülésen döntöttek ma a Városházán. Nahimi Péter történész, közművelődési szakember július 1-től veszi át az összevont kulturális intézmények vezetését Hódmezővásárhelyen. A belváros rendezésének második és harmadik üteméről írtak alá szerződést a közbeszerzési eljárás során győztes vállalkozókkal ma a Városházán. Ennek keretében az On Templom kertjét rendezik, valamint a sarokház előtti teret teszik zöldebbé és családbarátabbá. Az első fázisban a Bakai kutat és környékét, valamint a Szent Antal utcát újították fel. Most a beruházás második és harmadik ütemének megkezdéséhez érkeztek. Az egyik az Ótemplom körüli tér. Ott egyrészt az a védőfal, 18. századi védőfalnak a felújítása. Az egyik feladat, ennek egy része már megtörtént a Bakai kuttal, most folytatjuk. Ott az átjárás biztosítása hátrafelé, ahol majd egy kétszintes parkoló lemez fog épülni. Most is átjárás lesz az Oldakosár és az Árpád utcák felé. Sétányokat alakítunk ki, zöldítünk, ez egyébként is egy zöld tér volt eddig, és van egy másik rész, ugye a sarokház előtti tér, ahol a Szántó emlékszobor van, illetve sajnos a tramtér jelentős részben lekerekített és szürke betonnal leöntött területekből egy részt felszabadítunk ismét zöld területnek. Itt új burkolatot kap, egy pihenőparki övezet lesz, szép növényekkel kialakítva, és ezt úgy hívjuk multifunkciós tér. A második és harmadik ütem munkálatait a Trigon Home Kft. Végzi. A felújítások azonban nem csupán esztétikai okokból szükségesek. Ez a szürke beton sivatag, ez a mai klimatikus viszonyoknak, a környezet és várostervezés irányelveknek nem felel meg.
Mi azt szeretnénk, hogyha Hódmezővásárhely továbbra is egy élhető, zöld, klímabarát város lenne. A beruházással jövő májusig kell végezniük, a polgármesterrel való megbeszélésen erre ígéretet is tettek a kivitelezők. Márki-Zay Péter szerint a belváros újra zöld, élettel és élményekkel teli lehet majd a felújítások után, és nem csupán a kultúrtér rendezvényeinek idején. Csapatzászlót kapott a Magyar Honvédség Kinizsi Pál 30. páncélozott gyalogdandárja, amely megerősíti a katonai egység önálló státuszát. Idén január 1-től önálló szervezeti egységet alkot a Hódmezővásárhelyi alakulat. A csapatzászló a büszkeséget, az elhivatottságot és az összetartozást szimbolizálja, ezért a dandár történetének egyik legfontosabb napja volt a mai. A honvédelmi miniszter előterjesztésére a Magyar Honvédség Kinizsi Pál 30. páncélozott gyalogdandár részére 2023. június 27-i hatállyal csapatzászlót adományozok. A Hódmezővásárhelyi helyőrség számára azért rendkívüli nap ez, mert az itt szolgáló dandár katonáinak ez a zászló az egységet és a büszkeséget jelképezi. A magyar hadtörténet régi hagyományai keltek életre a zászló adományozásával. A csapatzászlót Novák Katalin köztársasági elnök adományozta az alakulatnak. Fontos gesztus ez a város számára is. Hódmezővásárhely továbbra is fellegvára lesz a katonai hivatásnak, a katonai virtusnak, a katonai habitusnak. Az altábornagy valaha maga is a vásárhelyi helyőrségben szolgált, és nagy öröm számára, hogy a legmodernebb gyalogsági harci eszközök állnak a katonák rendelkezésére. Nincs egyszerű vagy bonyolult feladat. Katonai feladat van, tegyétek oda magatokat, ne hozzatok szégyent a leendő csapatzászlóra, ne hozzatok szégyent Hódmezővásárhelyre, erre a gyönyörű alföldi városra, és ne hozzatok szégyent az alakulatra se, meg magatokra se. A régi katonai hagyományokat újjáillesztve a csapatzászlót úgynevezett szögelési eljárással erősítették meg az alakulathoz tartozó katonák és egyházi méltóságok. Ezután következett a zászló átadása az alakulat katonái részére. A vásárhelyi dandár parancsnoka szerint az egység és a katonai erények jelképe lesz számukra a csapatzászló. Ez a zászló jelképezi hivatásunk legnemesebb hagyományait, az erőt, bátorságot, bajtársiasságot és az összetartozást. Büszkén gyűlünk össze a mai napon kapott csapatzászló alatt, bátorságunkat és elhivatottságunkat, katonai erényeinket megmutatva szolgáljuk a hazát, és az zászló által jelképezett értékeket. Az ünnepség végén az alakulat tagjai és a meghívott vendégek egy perces csenddel emlékeztek a néhány napja Horvátországban szolgálat közben meghalt 3 helikopterpilótára. A koszovói békefenntartó szolgálat közben több vásárhelyi honvéd is megsérült. A város erkölcsi kötelességének tartja, hogy ilyen helyzetben anyagi támogatást nyújtson. Erről is döntöttek a mai közgyűlésen. 13 igen szavazattal egy tartózkodás mellett elfogadták azt a javaslatot, miszerint a Magyar Honvédség Hódmezővásárhelyi helyőrségében szolgálatot teljesítő, sérülést szenvedő katonák, valamint az elhunyt honvédek közeli hozzátartozói részére támogatást nyújt a jövőben az önkormányzat a Hódmezővásárhely városáért közalapítványon keresztül, amelynek erre a célra első lépésként 6 millió forintot biztosít a város. Napokig tartó munkát adott a péntek esti vihar az MVM Démász áramhálózati Kft. Munkatársainak. Vasárnap délutánra állt helyre teljes körűen a villamosenergia szolgáltatás Hódmezővásárhelyen, írja a tegnap feltett kérdéseinkre küldött válaszában az MVM. Hozzáteszik azt is, hogy a közvilágítás szakaszhibáinak javítását folyamatosan végzik szerelőik. A Hódmezővásárhely CarLife oldalon megosztott fotók alatt a kommentek is mutatják, sokakat érintett az áramszünet a városban. A szombat délelőtti hozzászólásokban is többen leírták, jó lenne már, ha lenne áram, lassan 12 órája nincs. Az esti kommentek arról tanúskodtak, hogy Aranyágban is nagy volt a gond, akadt, aki azt írta, már 23 órája nincsen áram, a hűtőszekrény, de különösen a fagyasztók leállása keserítette el az ott élőket. Volt, aki hozzátette, a hidrofor sem megy, így vízük sincs. Este 10 óra körül jó hír került ki az oldalra, most értek ide a trafóhoz, írták. Nem sokkal később már arról számolt be az egyik ott lakó,
hogy 24,5 óra után van áram és közvilágítás. Az MVM ügyfélkommunikációs osztálya kérdéseinkre küldött válaszában azt írja, a pénteki vihar több 20 kilovoltos vonalon okozott üzemzavart az MVM Démász áramhálózati Kft. Területén. A károk helyreállításán folyamatosan éjjel-nappal dolgoztak kollégáik. A középfeszültségű hibákat 3-4 óra alatt sikerült elhárítani, ezzel rövid idő alatt jelentősen csökkent az áram nélkül maradt fogyasztók száma. A válasz további részéből kiderül, hogy nem mindenhol valósult ez meg ilyen gyorsan, hiszen csak vasárnap délutánra állt helyre teljes körűen a villamosenergia szolgáltatás a városban. Kedden késő délelőtt küldött levelükben még azt írták, hogy a közvilágítás szakaszhibáinak javítását folyamatosan végzik szerelőik. Az előkelő 5. helyen végeztek összesítésben a magyarok a Hódmezővásárhelyen megrendezett kettlebell világbajnokságon. A sikerhez a két helyi egyesület 9 versenyzője is hozzátett. Könyves Kitti világbajnoki címet szerzett, Szűcs Plánka Judit és Bartyik Zoltán pedig kategóriájukban a dobogó 2. fokára léphetett fel, míg Könyves Géza nyakába bronzérem került. A legjobb kettlebellesek gyűltek össze a hétvégén Hódmezővásárhelyen. A sportág világbajnokságát először rendezték meg a Hótói sportcsarnokban, ahová 33 országból mintegy 400 sportoló érkezett. A vásárhelyi Könyves Kittinek 30 percen keresztül kellett minél többször a 12 kg-os tömör vasgolyót a feje fölé emelnie, és ez olyan jól ment neki, hogy élete első profi versenyén junior kategóriában világbajnok lett. Nem is annyira ismeri senki ezt a sportot, meg hogy lány is vagyok, de ténylegesen csak az, hogy nagyon megtetszett az egész. Aki mindenki, az egész csapatom, aki nyomja, szurkol, bíztatnak. Voltak rosszabb napjaim, és akkor mondták, hogy le ne tegyem, bennem van minden, amit meg tudok csinálni, szóval hogy nem teltem le, mert hogy képes vagyok az egészre. Szegedebb a csapatom, apukám, az edzőm, mindenki, aki bíztatott ebben, és emiatt vagyok itt jelenleg. A 15 éves Kitti nem csak magára, de édesapjára, Gézára is büszke lehet, aki a dobogó 3. fokára léphetett fel. Míg Szűcs Plánka Judit és Bartyik Zoltán ezüstérmet szereztek választott számukban. A befektetett munka meghozta eredményét, pedig a sportolók csak pár éve versenyeznek. Nehéz volt, mert nekem is meg kell tanulni ezeket a verseny gyakorlatokat, például a jerket, azt én sem tudtam. Az első ilyen alkalom, amikor elmentem egy ilyen szakemberhez, hogy edzünk, azt sem tudtam, mi fánterem. És akkor utána megkerestük a következőt, megmutatták, hogy hogy kell, elkezdtük csiszolgatni, elkezdtük fejleszteni ezt, hogy minél jobb legyen. A helyi sikerek is hozzájárultak a magyarok csapatban elért 5. helyéhez. A nemzetközi mezőny nagyon elégedett volt a verseny lebonyolításával, amely a helyi klubok, a Gear Japover, az Innovatívese, valamint Bagi Mátyás munkáját dicséri. A Vásárhelyi Televízió híradóját látták, most jön az időjárás előrejelzés. Hírműsorra holnap 17 óra 30 perckor jövünk legközelebb, de tudják, addig is ott vagyunk az online térben, keressenek bennünket YouTube csatornánkon vagy a Facebookon. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!